Húsvét közelettével csaknem 20 ezer élelmiszercsomagot osztott ki idősek részére a 18. kerületi önkormányzat két helyszínen. A lőrinci sportcsarnokban már a reggeli kezdetekkor kialakultak a sorok, miközben 6-7 helyen is át lehetett venni az ajándékot. A mostani szatyorba lisztet, tésztát, tormát, kalácsot és egy pár száraz kolbászt készítettek össze a városgazda munkatársai. Az idősek számára az a legfontosabb, hogy van egy állandóság, egy biztonság. Tudják, hogy a húsvét előtti időszakban, a karácsony előtti időszakban, illetve valamikor október környékén, ahogy az időjárás egyébként megengedi és beérett az őszi termény, az önkormányzat mindig gondoskodik róluk. A 20 ezer csomag kiosztásánál csak a postán kiküldött értesítőt kellett aláírva bemutatni. Ilyet minden 65 év feletti kerületi lakcímkártyával rendelkező lakos kapott. A jól bevezetett szisztéma előnye, hogy egy-két percnél senkinek sem kellett többet várakoznia. A megmaradó élelmiszercsomagok a Pesszent Imre és Pesszent Lőrinci nagycsaládosok egyesületéhez kerülnek majd.